Sziasztok, szeretettel köszöntelek benneteket ismét a következő videónkkal, a következő üzenettel. Az az igazság, hogy ezt az üzenetet az ihlette, hogy örülök neki, hogy egyre többen keresnek fel olyan emberek, vagy találnak meg olyan emberek, esetleg én találok rá olyan tesókra, akik igazából szomjazzák az ébredést, sokkal többet akarnak Istenből megtapasztalni, abból, amit Jézus Krisztus megszerzett nekünk, abból a mindenből, abból a hatalmasból, abból az örökségből, sokkal többet akarnak megtapasztalni, például Isten jelenlétéből, és írják nekem többen, hogy mennyire szomjazzák az ébredést, és határon túlélő magyarok is, és itteniek is, szegények is, és gazdagok is, férfiak is, nők is, teljesen mindegy, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, honnan jöttünk. A lényeg az, hogy kössön össze minket a szomjúság. És az a kérlelhetetlen szomjúság, amikor nem alkuszunk meg, amikor nem próbáljuk a szomjúságunkat más valamivel eloltani, betömni az anyagi javakkal, vagy az anyagi javak után való futkosással, betömni vallásos szokásokkal, szolgálattal, hanem a szomjúság ott a szívünkben ott legyen, és ezt őrizzük meg, féltve őrizzük, mert csak az hozhat nekünk többet Isten megismeréséből, a Szent Szellem erejének a megtapasztalásából, még erőteljesebb megtapasztalásából, csak az hozhat többet, hogyha többre szomjazunk. És örülök mindig, amikor ilyen emberekkel ismerkedek meg, mikor újabb és újabb tesók kerülnek elő, akik megvallják nekem, hogy mennyire szomjazzák az ébredést, és szeretnék, hogyha egyszer elmennék hozzájuk szolgálni, és igazából én nem tudok ébredést vinni sehová, mert magamnak is arra van szükségem. Nekem is még nagyobb tűzre van szükségem. Én is szomjas vagyok az Isten jelenlétére, a még többre, a még több szenvedélyre. Mert tudjátok, az ébredés az nem más, mint az Isten iránti szenvedély fellobbanása. A te megújulásod és ébredésed az, amikor fellobban a szíved, a szívedben a szenvedély az Isten iránt. És ugye emberek beszámolnak róla, hogy amikor a Szent Szellem rájuk szállt, akkor nem bírtak még aludni sem, mert annyira ott volt bennük ez a szerelem. És ezt tudjátok olyan, amikor az atya és a fiú ott van a mennyben, és a Szent Szellem itt van benned, beléd költözik, és ott van, és nyugtalanul szerelmes az atyába, és nyugtalanul szerelmes a fiúba, és nyugtalanul szerelmes beléd. És ezért nem tudsz aludni, amikor Isten szelleme betölt téged, ott van ez a szerelem. Sokszor ugye az emberek is, mikor egymásba szerelmesek, akkor is előfordul, hogy nem tudnak aludni, nem akarnak enni, mert ez dolgozik bennük. De amikor az Isten szerelme kiöntetik a szívünkbe, a nekünk adott Szent Szellem által, ahogy az ige is mondja, amikor ez megtörténik, és ezt megtapasztaljuk, akkor egyáltalán nem baj az, hogyha nem vagyunk álmosak, nem akarunk aludni, mert az a nyugtalan szerelem van az élő Isten iránt, és a Szent Szellemnek a szerelme irántunk is, és a mi szerelmünk is ő iránta. És eszembe jutott az a kép, biztos ismeritek, az Apostolok Cselekedetei második részből, a második verstől a négyesig felolvasom, ez egy rövid rész, tehát Apostolok Cselekedetei 2, 2-től 4. Hirtelen zúgás hallatszott az égből, mint amikor erős szél fúj, és betöltötte az egész házat, ahol ültek. Azután lángnyelvek jelentek meg közöttük, és rászálltak mindenkire. Ekkor betöltötte őket a Szent Szellem. Mind más-más nyelveken kezdtek beszélni, ahogy a Szent Szellem adta kinek-kinek, hogy mit mondjon. És tudjátok, hogy ahogy elképzeltem magam előtt, hogy ott vannak az apostolok, a tanítványok, és imádkoznak és keresik Istent, és rájuk száll a Szent Szellem, és úgy nézhettek ki, mint az égő gyufák. És ma reggel is, amikor imádkoztam,
akkor az volt bennem, hogy én is legyek ilyen gyufa, így lobbanjak lángra, és amerre járok, én is vigyek tüzet. Ez volt a szívemben, megjelent előttem egy gyufának a képe, hogy ahogy ez így lángra lobban a gyufa, és így hirtelen elkezd égni, hogy én is olyan akarok lenni, és így menni szolgálni. Mert tudjátok, eleget beszéltünk már az ébredésről, elég sokat tudunk már az ébredésről, sokat olvastunk róla, én magam is sokat beszéltem már róla, írtam könyveket, de most már azt mondogatom, hogy elég ebből, elég az ismeretből, már nagyon okosak vagyunk ebben a témában, és most már itt van az ideje annak, hogy Isten Szent Szelleme meggyújtsa a mi helyzeteinket, meggyújtsa a szívünket, meggyújtsa a mi betegségeinket, hogy változás történjen, meggyulladjon a mi szabadulásunk területén, meggyulladjon Isten Szent Szelleme, Szent Szellemének az ereje a szívünkben, hogy lángra lobbanjunk az Isten iránt, mint ahogy a gyufa lángra lobban, és történjenek valódi változások. Akár úgy, hogy most itt imádkozunk együtt az ébredésért, mert tudjátok, ez olyan dolog, hogy ugye mi mindent megkaptunk Jézus Krisztus által, de az az igazság, hogy a mi imádságainkkal a szomjúságunkat fejezzük Isten felé, hogy mennyire szomjazzuk az ő jelenlétét, és többet akarunk belőle, és igenis szükséges az ébredésért imádkozni. Annak ellenére, hogy mindent megkaptunk, és itt van a Szent Szellem, és velünk van, de én érzem azt, és tudom azt, hogy a Szent Szellem, az élő Isten akarja hallani mi szomjás imádságainkat, úgyhogy bátorítalak benneteket, hogy imádkozzatok a ti ébredésetekért, én is imádkozom az én megújulásomért, ébredésemért, a családom megújulásáért, a környezetem megújulásáért, és az ébredéséért, és a nemzetünk ébredéséért. Úgyhogy most is ezért fogunk imádkozni, remélem, hogy velem tartotok, és remélem kedvet kaptok ahhoz, ha eddig nem így tettétek, hogy még többet kérjétek Istentől az ő erejét, és azt, hogy az ébredés ereje újítson meg benneteket, és körülöttetek mindent. Úgyhogy most ezért fogunk imádkozni, tartsatok velem. Istenem, hálát adok neked. Köszönöm a te kedves jelenlétedet, Szent Szellem. Köszönöm, mennyei atyám. Köszönöm, Úr Jézus Krisztus, hogy elküldted nekünk a te drága, kedves szellemedet. Köszönöm, Uram, hogy a Szent Szellem által itt laksz közöttünk. Örülök, Uram, hogy itt vagy velem. Örülök a te jelenlétednek, örülök a te dicsőségednek, és az ébredés erejének, mert Isten Szent Szellemének a jelenléte nem más, mint az ébredésnek az ereje. Isten Szelleme nem más, mint az ébredés szelleme, a megújulás szelleme, a gyógyulás, a felszabadulás szelleme. Köszönöm, Szent Szellem, hogy így vagy itt, így vagy az én életemben is, és a nézőknek is az életében. Köszönöm, Szent Szellem, a jelenlétedet, hogy te el lettél küldve ide a földre. Köszönöm a te kedves személyedet. Köszönöm, hogy megérinted azokat, akik most ezt a videót nézik. Köszönöm, hogy dolgozol a szívükben. Lángra lobbantod a szívüket, Uram. Lángra lobbantod a szívüket az élő Isten iránt, és szenvedélyt lobbantasz lángra. Köszönöm, Szent Szellem, hogy te ott vagy velük, ahogy velem is itt vagy, és gyógyulást hoztál, szabadulást hoztál, ahogy Jézus ezeket megszerezte nekünk, te úgy átadod ezt nekünk, te úgy fizikai valósággá teszed a változásokat, és igen, kell, hogy az élő Isten ereje megmutatkozzon közöttünk, kell, Uram, még több a te jelenlétedből, kell még több a te dicsőségedből, kell még többet megtapasztalnunk abból, hogy az Isten közöttünk lakik. Szomjazzuk a te jelenlétedet, igen, szomjazzuk a te dicsőségedet, azt, hogy az Isten megmutatkozzon közöttünk, hogy minél több bizonságunk legyen, minél több bizonságot és csodát tudjunk elmondani másoknak,
hogy ezáltal bemutassuk, hogy az Isten ma is él, ma is tesz csodákat, kell az ébredés, kell, Uram, hogy végig süvítsen az életünkön, hogy átjárjon minket teljesen az ébredésnek a szelleme, tetőtől talpig, és leromboljon minden gátat, minden magaslatot, amit az ellenség épített bennünk, minden hitetlenséget, minden vallásosságot, minden akadályt, ami akadályozná a te szellemed munkáját az életünkbe, Uram. Kedves Szent Szellem, lángolj szabadon, lángolj az életünkbe, lángolj a nézőknek is az életébe, lobbasd lángra a szíveket, Uram, mert erre van ma szükség. Nem újabb okoskodásokra az ébredésről, újabb okoskodásokra a Szent Szellemről. Isten erejére van szükség. Ez a világ is ezt szomjazza, ezután vágyik, és én magam is, Uram, még többre vágyom belőled. Még többre vágyom a te dicsőségedből. Akarom, hogy lássanak téged, Uram. Nekem is szükségem van rá. És másoknak is szükségük van rá. A környezetemnek is szüksége van rá. A gyülekezeteinknek rád van szükség, Szent Szellem. Rád van szüksége, hogy hozz szabadságot az emberek életében. Hozz szabadságot a családokba, a kilátástalan helyzetekbe, és ahol szomjúság van, Uram, oda hozz életet, élő vizet. Köszönöm, hogy az ébredés szelleme közöttünk lakik, de többet akarunk ebből megtapasztalni. Többre van szükségünk. Sokkal többre. Mert Isten országa nem beszédben áll, hanem erőben. Beszéltünk már eleget Isten csodáiról, de újabbak és újabbak kellenek, Uram, hogy a te neved egyre híresebb legyen, egyre nagyobb legyen, egyre többen dicsőítsenek és imádjanak téged, Uram. Köszönöm, hogy ott vagy a nézőknek az életében. Köszönöm, Szent Szellem, hogy te cselekszel. Te lángra lobbantod a szíveket, szenvedélyt adsz, Uram, a szívekbe, amik már kihűltek régen. Te szenvedélyt lobbantasz. Köszönöm, hogy kicsap a te tüzed ebből a videóból, és meggyújtod, Uram, a reménytelen helyzeteket, megtöltöd azokat reménységgel. Új életet adsz, új reménységet. A vallásosság helyébe életet hozol. A betegség helyébe gyógyulást hozol, kedves Szent Szellem. A rabságok helyébe szabadulást hozol, Uram. Hogy az Isten neve megdicsőjön. A szomorúság helyére örömet hozol. Köszönjük ezt neked, Uram. Hogy azért laksz közöttünk, a te Szent Szellemed által, Urunk. Hogy a te neved megdicsőjön. Akarjuk megtapasztalni a te erődet még jobban, még többet belőle, Uram. Köszönjük, hogy szerelmesen szeretsz minket. Szerelmesen szereted azokat is, akik most ezt a videót nézik. Szerelemmel öreled körül őket, Uram, ott, ahol vannak. A te élő szerelmeddel. És ez elég nekünk, mert ez megújít minket. Dicsőség neked, Uram. Amen. Amen. Örülök, hogy velem tartottatok ismét, és örülök annak, hogy Isten Szent Szelleme ott van veletek, hogy szól hozzátok, beszél veletek, megérintiteket, és örülök, hogy ennek részese lehetek. Péntekenként este 7:30-kor szeretnénk felétek ilyen videókkal szolgálni, úgyhogy, ha Isten engedi, és ez az ő akarata, akkor minden pénteken este 7:30-kor szeretnénk veletek imádkozni, ilyen formán értetek imádkozni, egy kicsit bátorítani benneteket, hogy ahol szomjúság van, oda betörjön a mennyei áradat. Isten nagyon áldjon meg benneteket, és várom már a következő találkozást. Sziasztok!